Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Hát az utóbbi napokban folyamatosan alul teljesítők vagyunk, már hogyha az európai piacokhoz mérjük magunkat, már mint a budapesti értéktőzsde teljesítményét, egész pontosan a BUX-ot, mert hogy 453 pontot estünk tegnap, ez 9,1%-os mínusz, 50.640,5 pont lett az záróértéke a mutatónak, a forgalom pedig 9,6 milliárd forint volt. És az is érdekes, vagy jellemző, hogy minden nap egy blue chip tartja a lelket, vagy tompítja az esést, ugye tegnap előtt a MOL volt ez a fékező erő, ami fölfelé tudott menni, a másik hárommal szemben most a Magyar Telekom az, ami emelkedni tudott, míg három társa esett. A távközlési papír 1 forinttal tudott erősödni, 431 forint 50 fillére, ez 4%-os plusz, míg a tegnap előtt jól szereplő MOL most majd ránézésre vissza is adta, amit összeszedett az előző napokban, konkrétan szerdán, mert hogy 1,4%-kal 2372 forintra csökkent, ez 34 forint mínusz. Az OTP az 7%-kal 17.115 forintra esett, 120 forinttal ér így kevesebbet, mint előző nap. És a Richter Gedeon papírjai estek még egy szépet, 1,3%-kal gyengültek 8.785 forintig, ez 115 forinttal kisebb záróérték, mint a szerdai. A Bumix Index megúszta 6%-os eséssel, tehát emelkedéssel, bocsánat, hoppá, 4080 pontra erősödött, úgyhogy homlokegyenes másképp teljesítettek. Valószínű itt a 4IG-nak a jó teljesítése az, ami, vagy jó teljesítménye az, ami meghúzhatta a kispapírokat tömörítő indexet. Hát igen, meg akartam nézni a Bét honlapon, hogy ez hogy volt, de letörölték a tabellát. Egy záróértéket fogok tudni mondani Forage-ra, de hogy az mekkora eltérés, azt már nem látom. 707 forinton zárt. Forage-val kapcsolatban fogunk beszélgetni majd 8 óra után. Nagyon fontos beszélgetés lesz. Antenna Hungária, magyar állam, ugye Forage Frigy, kinek áll érdekében az új magyar szuperholding. Nagy Viktor, a Portfolio.hu vezető elemzője fogja elmondani, hogy ő mit szedett össze. Na de nézzük azt, hogy mi történt a távol-keleti tőzsdékkel, kezdeném, mert hogy ott is látszik a legalábbis a Nikkeiben az a bizonytalanság, amit az amerikai tőzsdén tapasztaltunk tegnap, 0,5%-os mínuszban zárt a Nikkei, a Shanghai indexe és a Hongkong index pluszban van, körülbelül 0,5%-os pluszban. Az amerikai piacok azonban eléggé rosszul teljesítettek, 0,5%-i körüli mínuszban zárt az összes vezető amerikai részvényindex. Ugye hát volt itt egy csomó minden. Az iszlám állam például bejelentett, hogy ők robbantottak az afgán főváros repülőterén, és ott 12 amerikai katona is meghalt. Illetve hát ugye várja mindenki a ma magyar idő szerint 4 órakor megszólaló Jerome Powell-t, és hogy ő mit fog mondani a taperingről, annak várható indulásáról. Úgyhogy picit óvatosabbak a piacok. Így aztán az történt, hogy mondom, a Nasdaq, a Dow és az S&P is ilyen 0,5% körül mínuszban zárt, és a kiemelendő cégek közül 2%-os veszteségben zárt a Ford. Azt mondja, hogy 1,5%-os mínuszban az AT&T, aztán a Wells Fargo is 0,5%-os mínuszban, a GM is 2%-nál nagyobb mínuszban, a Gap továbbra is nagyon rosszul teljesít, 4% fölötti mínuszban fejezte be a kereskedést. Kit lehet még kiemelni? A Ralph Lauren Corporation is 3% mínuszban zárt. A pozitív oldalon olyan cégeket találunk, mint a Deer & Co., hát őről beszéltünk már. Igen. A héten. 1%-os pluszt hoztak össze, a Lockheed Martin 0,8%-os plusz, szépen lassan ilyenkor ilyen vészhelyzetben ugye klasszikusan elindulnak fölfele az úgynevezett defense, vagy hát ilyen katonai papírok, mint amilyen a Lockheed Martin is, úgyhogy ennek is köszönhető. Hát Európában pedig nagyjából azt lehetett látni, hogy például a FTSE 0,3%-os minusszal fejezte be a kereskedés, de a DAX is 0,4%-os mínusszal zárt. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Azt mondja, hogy 0630 2010 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Viber állítólag nem jött még üzenet, majd megnézzük, hogy jó-e. És WhatsAppon is az utolsó kiviboljé volt. Várunk akkor frisseket, akár útinformációkat is ide, és most akkor átadjuk a helyet a Ribolyának, hogy híreket mondjon gumicsizmában, a newsroomban. Szépen összeállította nektek a friss híreket, úgyhogy azok jönnek most. Nézd a Millás reggeli adás.